ügyesek vagyunk! Megérkezett a hótündér! Mikulásvárót rendeztek Tolnán, a Nagycsaládosok Tolnai Egyesületének szervezésében. Az egyesület 1997-ben alakult meg. Jelenleg 66, elsősorban 3 vagy több gyermekes családban jelen tagként a szervezetben. Ezen túl bekapcsolódhatnak pártoló családok is, akik kevesebb gyermekkel rendelkeznek, de azonosulni tudnak a célokkal. Váci Antal Judit elmondása szerint az egyesület nagy hangsúlyt fektet a különböző programok szervezésére. Az év folyamán ugye szinte minden hónapban van egy vagy két programunk, ez elég sűrű, ez egy aktív egyesület, ezt elmondhatom. Mindenféle korosztályt próbálunk megmozgatni, mind a legkisebbeket, mint a legidősebbeket, ez teljesen körülöleli át ezt az egész szervezetet, de úgy gondolom, hogy ők ezt számunkra meghálálják, teljes nagy az érdeklődési kör, az aktivitás az egyesületben, és maga a család az, ami azt a szeretetet adja és erőt, amit remélem most is meg fog valósulni. Az elnök hozzátette, a szülők és a gyermekek számára az együtt töltött minőségi idő nagy mértékben fontos. Én úgy gondolom, hogy most talán az egyesületünk életében az a legfontosabb, hogy a család nem otthon legyen, csak a számítógép és a gyermek a tablet előtt üljön, hanem a minőségi idő, a szabadidő hasznos eltöltése történjen úgy együtt, hogy ez a minőségi idő megteremtődjön a családban. Az egyesület jövő évben tart közgyűlést. Készülnek még farsangi bállal és húsvéti felkészítővel is. Ezen túl minden évben szerveznek kirándulásokat és túrákat. A Mikulásváron a Mesekocsi Színház társulata szórakoztatta a fiatalokat. Előadásukban jelen voltak krampuszok, egy tündér és végül a télapó is. Én azért szeretem a Mikulás meg a karácsonyt, mert a karácsony egy ünnep, és a karácsonyban sok szeretetet kaphatunk másoktól meg, és adhatunk másoknak sok szeretetet. Megjött hát télapó, jaj, de nagyon vártalak! Többen versekkel is készültek a télapónak, végül a gyerekek átvehették az ajándékokat, amit már nagyon vártak. A Mikulás hoz nekünk ajándékot, és a telet meg azért, mert lehet sok mindent játszani. Az ajándékcsomag tartalmazott különböző csokikat, szaloncukrot, édességeket és gyümölcslevet is.